Hogyan muzsikálnak a külföldön pallérozódó magyar tehetségeink? Nézzük meg saját szemünkkel. Tényleg olyan jók, ahogy ezt a magyar sajtó sugallja, vagy csak újabb Koman vagy Simon villám karrierekről van szó? Ezúttal a Hertha felnőttben nemrégiben bemutatkozó Dárdai Palkót és a Kansas City-vel kupát nyerő Sallói Dánielt elemeztük. Sziasztok! A Nagykörő blog és vlog szerkesztői vagyunk, és teljesen rendszertelen időközönként futball elemzéseket hozunk nektek. Ha most vagy itt először, és a későbbiekben is szeretnél foci elemzős videókat látni tőlünk, iratkozz fel, hogy egyetlen friss anyagról sem maradj le. Aki nem látta a Wisecout sorozatunk bevezető részét, annak erősen ajánljuk, hogy először azt nézze meg, és utána térjen vissza ehhez a videóhoz. Na most a helyzet a következő. A Facebook szavazáson ugyan egyértelműen Palkó nyert, de kellett egy kis idő, hogy tudatosuljon bennem, hogy a Wisecout csomagunk nem terjed ki a német U19-es bajnokság meccseire. Ezért csak Palkó Európa Ligában nyújtott felvételeit tudjuk megmutatni nektek. Ezért döntöttünk úgy, hogy a szavazáson egyébként második Sallói Dánielt is bevesszük a videóba. Legyen tartalmas! Nos, annyira tartalmas lett, hogy két részre kellett bontanunk, mert különben túlságosan hosszú lett volna. Ebben az első részben elsősorban a támadó játékukra fókuszáltunk, azaz lesznek most rövid és hosszú passzok, lövések, helyzetek, cselek, labdatartás, ilyesmi. A védőmunkával és a kiértékelő elemzéssel majd a második részben jövünk. Először mindig Palkó, majd utána Sallói Dani jelenetei jönnek majd. A korábbiakhoz hasonlóan a rövid passzokkal kezdünk.
Production. A rövid passzok után nézzünk most egy másik kategóriát, legyenek a hosszú passzok és a beadások. Megismételném, hogy ez egy zanzásított folyamat, ennél sokkal, de sokkal több akciót kell megnéznünk egy-egy játékostól, hogy nagyjából reális képet kapjunk az aktuálisan megfigyelt skilljeiről.
Jó, most nézzük a helyzeteket és a kapura lövéseket. Támadó skillek közül nézzünk még néhány cselt és rágyorsítást. Thank you.
Ennyi fért a mai részbe. Palkó és Dani védő munkáját és a kiértékelő elemzést a második részben láthatjátok majd. Bokros teendőink közt igyekszünk majd azzal is minél hamarabb érkezni. Ha tetszett, amit láttatok, iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, illetve nézzetek át a Nagykeró blogra is. Ne felejtsetek el feliratkozni, hamarosan újra jövünk, sziasztok!